Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elmúlt év végén hirdette meg a Hiszek Benne sportprogramot azzal a céllal, hogy népszerűsítse a szabadidősportot, valamint bővítse a versenysport bázisát. Előbbi révén azt szeretnék elérni, hogy javuljanak az ország egészségügyi mutatói, utóbbi pedig a kis és közepes sportegyesületek versenyzői létszámát növelheti. Csütörtökön és pénteken a Nyíregyházi Continental Arénában 2x12 órán keresztül próbálhatnak ki különböző sportágakat az általános, illetve középiskolások. Két nap alatt közel 2000 gyereket fogunk tudni megmozgatni előzetes regisztrációk alapján. 16 sportágat próbálhatnak ki, ebből 4 olyan parasport van, ami a városunk kiemelt jelentőségű sportja. Gondolok itt a magyar bajnok nemzetközi sikerekkel rendelkező ülőröplabdásainkra, a kard- és kerekesszékes vívásunkra, illetve ki lehet próbálni a csörgőlabdát. Tehát szeretnénk, hogy megismerjék a gyerekek az épp gyerekek az épp sport mellett, hogy milyen is a fogyatékosok sportja. Ezen kívül pedig itt vannak a különböző labdajátékokon kívül a lövészet, a sakk, az asztali tenisz, ökölvívás, tollas labda, judó, tehát nincs olyan sportág, amit a gyerekek ne próbálhatnának ki. Az aréna küzdőterén a röplabdával, a labdarúgással és a kosárlabdával ismerkedhettek meg az érdeklődő középiskolások. Feltétlenül ajánlom ezt a gyönyörű szép sportágat, rengeteg technikai megoldást kíván, ügyességet, gyerekek, felnőttek számára egyaránt élvezetes játék, sok dobásformával alkalmazza, passzolással, nem beszélve a kohézióra, ami a gyerekek közötti, egymás közötti jó munkakapcsolatban alakul ki, másrészt a sportszerűségben, egymás tiszteletben tartása és legfőképpen a jó hangulatról szól az egész. A különböző termekben kialakított küzdőtereken a fiatalok megismerkedhettek például a csörgőlabdával, de volt, akit a cselgáns rejtelmeibe avattak be a szakemberek. Nekem nagyon tetszett, én először próbáltam ki, és tényleg nagyon fontos, hogy meg tudjuk védeni magunkat. Elsőnek azt hittem, hogy ez csak egy simán sportág, de most megtanultam, hogy ez nagyon fontos az önvédelemre. Péntek reggel 8 órától este 8 óráig az általános iskolások ismerkedhetnek meg a 16 sportággal a Continental Arénában.